Szervusz Attila. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőt innen a Somogyaszolai Panorama Hotelból, és külön megkülönböztetett szeretettel köszöntöm az erdélyi nézőket is, hisz most már ott is látható az is most lefényképezőm showműsor. Akik még esetleg nem vagy keveset láttak ebből a műsorból, tudniuk kell, hogy a pop és rockstárokon kívül nagyon sok olyan érdekes embert is meghívtam, akik közérdeklődésre adhatnak okot. Épp ezért ül itt, és köszöntöm Somogyaszolon a Panorama Hotelban Futás Károlyt. Szervusz, Karcsi! Hello! Üdvözlöm, és hát tudniuk kell a kedves nézőknek, hogy tulajdonképpen mi mindenféleképpen annyiban is hasonlítunk egymást, hogy Szigetvárról származtunk, illetve te Szigetvárról származtál el. És hát nem akarom reklámozni túlságosan, de hát azok a balatoni, illetve Somogy-Baranya, Tolna megyei fiatalok, akik esetleg Balaton diszkóit járják, azok óhatatlanul találkozhatnak veled, hisz a Gyöngyhalász és az Y diszkó is a te tulajdonodat képezi. Sőt, a Kisrabló nevű mulató Budapesten. Nem mulató? Mindegy. Lényeg az, hogy az egy kis mely. Én anélkül, hogy ilyen túlságos reklámot csinálnánk itt kettesben, néhány szóban, néhány momentumban fesd le nekünk, hogy mi is az, amivel te most foglalkozol, és akkor mi visszakanyarodunk arra a témára, ami miatt téged meghívtalak ide. Hát, ahogy bevezetted ezt a dolgot, tulajdonképpen én a vendéglátóba vagyok érdekelt. A Balatonon vannak üzleteim, jobban mondom, most már egy van, mert a Gyöngyhalász az megszűnt. Mint ilyen Balaton elén az Y, egy ilyen komplexum, panzió, üzletek, és hát a diszkó, aminek híre van tulajdonképpen, szóval tulajdonképpen. Azon kívül Budapesten egy Kisrabló pub nevű hely, ami tulajdonképpen hát félig meddig mulató, egy színvonalas étterem, ahol élőzen és egyebekkel tényleg egy kicsit hajlik a... Hány éve tart ez a biznisz neked körülbelül? Hát nézd, én tulajdonképpen azt hiszem 24 éves koromban végeztem egy ilyen vendéglátóipari főiskolát, és azóta mozgok ezen a területen. Uh-huh. És azelőtt? Azelőtt, hát 18 Szigetvár, igen. Szigetvár, utána megpróbálkoztam, elkezdtem a vegyipari egyetemet, de aztán az nem tetszett, és fölkerültem Budapestre. 20 éves korom óta Pesten vagyok, és azóta. Uh-huh. Én azt hiszem, hogy férfiaktól nem gáz megkérdezni, hogy ki hány éves. Úgyhogy így rögtön a beszélgetésünk elején, ne hívjuk ezt majd riportnak, hisz egy elég kényes témáról szeretnék veled beszélgetni. Hány éves vagy most, Parcsi? 51. 51. A téma, amiért meghívtalak, és szögezzük talán le itt mindjárt az elején, hogy úgy próbálom elmesélni, vagy elmeséltetni ezt a bizonyos, talán sztorinak nem is hívható történetet, hogy én pártatlannak tűnhessek, de tulajdonképpen tudniuk kell a nézőknek, hogy mi már azért elég régóta ismerik egymást ahhoz, hogy megengedhessek magamnak majd néhány olyan kérdést is, ami talán nem engedhetne meg más, és azt is talán tudni. Erről a témáról, megmondom, miről van szó, azt hiszem a legtisztább így, mondom, hogy vezessen fel. A hölgy, akit mindenki ismert, azt hiszem, majd kire volt a dolog, mert itt van három fénykép, amiről majd gondolom bővebben mesélsz nekünk. Ő az a Molnár Csilla, aki öngyilkos lett, mint címség királynő. És amikor ez a dolog megtörtént, akkor a te neved felmerült ebben az ügyben, sőt azt hiszem, hogy könyv formájában is lehozták, vagy lehozatták. Tehát te vagy az a Futács Károly, aki miatt állítólag szépségkirálynőnk öngyilkos lett. Te így lettél beállítva, és én azt mondom, hogy ezzel kapcsolatosan te nyilatkoztál már valamilyen fajta film előtt?
Tulajdonképpen a Friderikusnak a könyvében volt egy nyilatkozat, hát ez így nem hangzott el tulajdonképpen, hogy miattam. Ezt nem tudom, azt hiszem, hogy a apja mondta ezt annak idején. Én nem akartalak bántani, rögtön az elején szegezzük le, tehát még egyszer. Én csak azt mondom, amiket hallottam, hisz erről a témáról még nem beszélgettél senkivel, csak írtak róla. Akkor tehát megkérdezném, ez a kislány Kaposváron van eltemetve, és ezért mertelek meghívni. Mondanak, miért vállaltad el ezt a beszélgetést? Hát nézd, egyrészt tulajdonképpen azért, mert valahol tényleg ismerik egymást, és hát nem tudom, itt a környéken, ha nézik ezt az adást, elég sok nyitott kérdés van ebben a dologban, és akik nyilatkoztam nem konkrétan erről, és mindig elfelejtették ezeket a dolgokat. Hát talán most, hogyha esetleg... Hány év telt el az? 12 év telt el azóta. Számolod? 86-ban. Hát nézd, ez úgy benne van az emberben, vagy úgy bennem van. Kezdjétel onnan, hogy mi történt. Te, gondolom, hogy 12 évvel ezelőtt, semmi bajom veled most, de 12 évvel ezelőtt fekete délceg hercegként vágottál be a kislány köztudatába, és hát természetesen ezért talán az irigyek, meg a nem irigyek, meg akik nem tudták az előzményeket, ami annyira publikus, hogy elmesélheted, arról mesél nekünk, tehát mi történt? És tiéd a szó. Hát tulajdonképpen én a Csillával gyöngycsalászhoz Fonyódon egy üzletem volt, én a Csillával ott találkoztam Fonyódon, nem is a diszkómat, Fonyódon találkoztunk, akkor még semmilyen szépségkirálynő a közel nem volt ezeket a dolgokhoz. 17 éves volt, igen, és hát megismerkedtünk, kialakult egy kapcsolat. Ez tulajdonképpen pont addig tartott, addig az ideig, amíg szépségkirálynő nem lett. Hát utána, amikor megváltozott... Kialakult egy kapcsolat, ez egy szerelmi kapcsolat, aki hát nézd, az elején nem hiszem, hogy ez annyira olyasmi volt. Villogtál vele? Hát igen, igen. Nem, hát nem is annyira, mert akkor elég sok nővel villogtam. Akkor úgy semmi nem volt, csak egy ilyen ismeretség, és nyár végén megbeszéltük, hogy ennek vége van. Aztán úgy kerekedett, hogy nem lett vége. A nyár vége az azt jelenti, hogy abban az évben nem szépségkirálynő? Nem, ez előző évben volt. Uh-huh. Tehát én nem akkor ismerkedtem meg vele, amikor ő szépségkirálynő volt, hanem előző évben. Következő évben megválasztották tulajdonképpen, és akkor mi nem találkozgattunk. Következő, szóval a megválasztására ide aztán, hogy 87-ben volt, vagy 86-ban volt, annak a márciusában találkoztunk újra. És azt mondom, a verseny 85 terén volt valamikor novemberben. És akkor, hát akkor együtt voltunk. Na, akkor volt egy igazi szerelem tulajdonképpen, igen, abban az időszakban, az a 3 hónap haláláig az, hogy mondjam, éjjel-nappal együtt voltunk. Sokat. Nagyon hamar ideértünk. Én úgy tudom, hogy a szülők ezt ellenezték. Hát nézd, a szülők a haláláig nem tudtak erről a dolgot. Tulajdonképpen annyiba van közöm ez az egészhez, mármint a Csilla halálához, hogy ezt nézzük, hogy a halál előtti nap tudta meg az apja. Tehát egy nap előtte megtudta, és hát ez a Csillát marhára idegesítette a dolog, hogy most a apja tud róla menni, valahol mi egy kicsit vetélytársak voltunk, főleg ilyen vendéglátó területén, hát legalábbis ő úgy érezte, hogy vetélytársak. Tehát ez ilyen Rómeus-Júlia szintű kapu lett, stb. Tehát neked konkurenciád volt, apu? Hát nem konkurenciám, hanem ismerve nem tudom, a Molnár Istvánt úgy érezte, hogy ő a Fonyódon, ő a legjobb vendéglátós, az ő üzlete a legjobb, szóval ilyen szinten, de teljesen más kaliberű üzleteink voltak. Őnek egy étterme volt, nekem egy diszkon volt, hát nem voltunk való vetésre. Csak ő érezte ezt úgy, hogy ez így van. Uh-huh. Oké, elkanyarodtunk nagyon. Tehát volt 3 hónap, amikor ő akkor volt 18. Nem volt 18. Nem volt 18. Sajnos a 18. születés. Tehát nem volt még 18 éves, te voltál akkor 40 körül, ugye? 38. 38, tehát 40 körül. Együtt éltetek?
Az nem szokott, hogy nem tudták meg a szüleim. Én fonyódon tulajdonképpen nem mondok, hogy ilyeket cukorítam az állandóan, meg napközben sokat voltunk együtt, hát amennyire lehetett, úgy értünk együtt. Szerinted nem tudták a szülei, vagy nem tudták a szülei? Nem tudták. Tehát akkor azt mondtad, hogy az édesapja a halál előtt egy nappal tudta meg, hogy veled van kapcsolatban a Csilla. Igen. Mi történt? Mit tudsz? Hát pontosan tudom ezt az egész dolgot, hogy mi zajlott le. Tulajdonképpen a helybeli kölyál orvos mondta ezt meg az apjának egy ilyen kártyaparti alkalmával, hogy nem tudom, tudod-e, hogy a futás a gyöngycsalázból lányoddal együtt van ilyen napban. És amúgy se volt egy kimondott a jó viszony a Csilla és az apja közt. Ezt honnan tudjuk? Hát az Ilától tudom, aki úgy mondta, hogy hát különböző problémák, nem is olyan nagyon nagy problémák, de hát volt valami egyes ellentétek. Csilla tudta, hát hogy nem tudta volna, hogy a ti üzletben tulajdonképpen ellenfelek vagy? Hát annyit tudod, hogy túlzottan nem kedve az apja. Értem. Okay. Tehát, hogy nem kedve engem az apja. És másnap, ez volt egyik nap, amikor megtudta az apja, másnap én délbe felkettőnöm persze, mert a lányom meg volt egy teniszversenye, egy döntőt játszott, és bejött hozzám a Csilla olyan 12 körül a gyöngyházba, és azt mondta, hogy ezek az utolsó momentumok voltak, tulajdonképpen azt mondta, hogy ezt le fogom rendezni, ezt a dolgot apámmal. Még egyszer, hogy mit mondod, hogy le fogom? Hát, hogy le fogja ezt rendezni az apjába tulajdonképpen. Most ezt nem értettem. Mármint, hogy ezt a kapcsolatot, hogy... Igen, hogy vagy most itt nem beszéltük meg, hogy megmondja, vagy pedig ennyit mondott, hogy ezt elrendezi, mert... Te azt mondtad, hogy jó, és menj? Hát én annyit mondtam, hogy hát annyi volt még ezek, annyit mondtam, hogy elköltözik otthonról, és én ezt nem akartam. Meg végül is, hogy 17 éves volt akkor még, januárban lett volna 18, és hát annak idején tudott, hogy itt a rendőrök meg egyébek nem nagyon kedveltek ott engem. És hát mondom, ebből még esetleg gond lehet mindenképpen, és lebeszéltem el, hogy elköltözzön. Hozzá lehet azt költözni? Igen. És akkor délben elváltunk egymástól, attól kezdve már csak az egész eseményeket onnét tudom, amit van egy közös, volt egy barátunk, aki a Pistának is barátja volt, meg nekem. A Pista a Csilla apukája? Igen. És ő ott volt aznap, amikor meghalt a Csilla pont az udvarban, tehát a Csilla hazament, föntokott az emeleten, az apja ott dolgozott, tele volt az étterem vendégekkel, és valamit beszólt neki az apja. Hát egy durván valamit mondott neki, amikor fölment, majd menj föl, majd utánad megyek, vagy valami. És akkor Csilla fölment, és bevette ezeket a gyógyszereket, az apjának a gyógyszereit. Aztán fölment hozzá az anyja. Megmondta, hogy bevette a gyógyszereket, mert utána az édesanyjával jóba lettem tulajdonképpen, most is jóba vagyunk. Bevette a gyógyszereket, és szólt meg az édesanyja, hogy hát nem tudom, így jár rá valamit, vagy nem tudom, mindjárt jövök, lefizettetek még egy asztal, vagy valami ilyesmi. Az volt, hogy Csilla bevette a gyógyszereket, és azt mondta az édesanyjának, hogy bevettem, és azt mondta, hogy még fizettetek? Gyorsan mindjárt jövök, vagy valami, és azt hiszem lement utána, és akkor közben Csilla írt egy pársoros búcsúlevet. És mire visszajöttek. Tudjuk, hogy mi van a búcsúlevélben? Hát nézd, én tudom, megolvastam. Elmondanád? Tulajdonképpen elnézést kér az anyjától, és azt mondta, hogy nagyon szeretlek, és azt a többi már ilyen elég zavaros írás volt. Nem tudta végül is, nem hiszem a végét már nem tudta leírni rendesen. És akkor mindegy hívták a mentőket, meg kiérkezett ott a ház előtt a mentővel, hiába próbáltak újraíroztani, meghalt. Ha elindult vele mentő állítólag, akkor is elég nagy csúcsforgalmat hovaltam, akkor visszahozta. Hát szóval szerintem egy elég, hogy mondjam, mert sok embernek a hibája volt, hogy végül is ez a lány meghalt. Temetés? Hát temetés Kaposváron volt. Szerintem ott még utoljára megnézhettem. Az édesanyja bevezetett oda, az ott a sárul elég szörnyű dolog volt, és akkor... Hogy nézett ki? Hát nézd, egy gyönyörű lány volt, annyi látszott vagy, meg ivott, hogy nem sinkel, hanem ivott testben, de úgy lehetett hajt érezni, hogy ez egy halak. Tulajdonképpen nem volt bent a szemében azok, amit látsz meg.
Azt mondtad, hogy anyukájával azóta megváltozott a kapcsolat, tehát hogy... Hát előtte vele nem volt, de utána Csilla alá, utána rögtön megkeresett, és talált egy-két levelet meg a Csillának a naplóját, amiben leírta, hogy szeretjük egymást, hogy ilyeneket, és akkor lejött hozzám, és akkor megbeszéltük ezt, hogy itt, hogy is mi volt. Te ezen tudtál volna, mármint hogy a halál esettel kapcsolatosan, tudtál volna változtatni valamit? Hát nézd, szerintem a Csilla biztos nem akart meghalni, ez az egyik dolog. Hát ő, én úgy érzem, hogy ő rá akart ijeszteni az apjára, hogy most beveszi, és akkor majd valami történik ez ügyben. Hát rosszul sikerült. Ha a Kaposvárra jössz, akkor melyik úton jössz be? Hát nézd, általában ezen az úton szoktam bejönni. Maradt célzóbb, hogy a temetőbe. Hát nézd, sajnos. Mikor voltál kint? Hát minden szentek után voltam, az december elején volt. Nem, aztán voltam idén is már, áprilisban. Hát egy évben egy-kétszer talán el tudok jutni oda, meg elmegyek, mert tulajdonképpen hát teljesen más felé orientálódott az életem, de nézd ezt a dolgot, ezt nem lehet elfelejteni. Pácsi, azóta volt ilyen, ha nem tűnik nagyon indiszkrétnek a dolog, volt ilyen fiatal barátnőd? Mármint úgy érve, hogy... Ilyen 17-18 éves. Hát nézd, végül is volt. Ilyen szerelmi kapcsolatra gondolok, és igazán nem akarok vájkálni. Csak ki, szóval... Hogy mondjam, valamit megbánod, megbántad, vagy te voltál... Nem, hát nézd, ebbe sokat nem... Nem, ezt nem tudok, én ebben nem tudtam volna mit lépni, mert azt hiszem, hogy egy gyereknek, főleg egy lánynak az apjával való kapcsolata az egy nagyon lényeges dolog. Szóval itt csak a család tudod volna valamit lépni, hogyha úgy kezelik ezt a lányt felnőttként, vagy nem próbálják meg irányítani. Ezeket a képeket hol tartod? Van egy Csilláról egy albumom, nem is mondom, egy kazettám, ahol elég sok mindene van még, ezen kívül nyaklánca, ez a szemüveg, ami rajta van. Egy-két dolog, ami ott maradt a lakásom, ezeket így eltettem, és ezek így megvannak. Az édesapjával beszéltél már azóta? Nem. Hát nézd, volna még pár olyan kérdés, amit nem tehetnék fel, itt televízió kamerái előtt, nem is teszem meg. Én nagyon szépen köszönöm, hogy lefáradt elfogadtad a meghívást, és sajnálom, hogyha valamilyen emlékét bolygatta meg benned, amit nem kellett volna. De köszönöm még egyszer, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Kedves nézők, mint látták itt az érkezésnél, egy nagyon illusztris vendéget köszöntetek itt a Somogyaszolói Panoráma Hotelban, akit azért hívtam meg, mert azt mondták az ismerőseim és barátaim, és sőt, itt még a stáb is, hogy talán nem is létezik, és most már közel 200 részen keresztül mindig felmerült a neve, a Stoll. A Stoll, azt hitték, hogy ez egy fogalom, pedig most itt ül mellettem, Stoll László. Szervusz! A nézőket, hát én vagyok az a fogalom. Te vagy fogalom. Kell ábrándítsam rögtön a nézőket tulajdonképpen. Köszönöm, hogy eljöttél. Tényleg az a helyzet, hogy most már közel 3 éve a te céged biztosítja azokat az autókat, amivel közlekedtetek. Hát itt a Fiattól az Alfa Romeo-ig volt minden, most éppen egy 146-os Alfa. És hát gondoltam, hogy ha így meghívlak ebben a műsorban, és itt kérem el tőled ezt a 166-ost, amivel most jöttél, akkor talán ennyi emberről nem fogsz nemet mondani, úgyhogy... Tévedsz? Igen? Azt mondod, hogy enyém lehet? Nemet tudok mondani. Értem, téved. Megtanultam. Jó, Laci, én tudom, hogy te nem vagy a szavak embere, és most, amikor a 166-os Alfa Romeo-t mutattuk be, akkor is inkább nekem kell beszélni, és ki is ült rendesen a hely. Csak pár szóban a kezdetekről, hogy miért pont a... Persze anélkül, hogy itt reklámriport szaga legyen a történetnek, miért pont az Alfa Romeo, miért a Fiat, miért a Lancia,
És miért nem a Volkswagen például? Én nagyon szeretem a Golfot, azt mondom. Tényleg, miért pont ezt választottad? Hát elmondhatom, hogy hosszú története van. Ugye 18 évet hosszú történetnek lehet nevezni. 18 évet? Hát nem éppen a Fiat és az Alfa Romeo kezdett, hanem végülis az én magánváltozásom kezdete, amikor is autóbontással kezdtem foglalkozni. De akkor még szocialista autóbontással? Hogyne, természetesen. Hát de viszont ebből következik az, hogy a Ladában nagyon sok Fiat alkatrész volt, és egy 10 évvel ezelőtt egyre inkább tehát lehetett kapni ilyen olasz alkatrészeket. Így maradtam végül is annál, hogy ha valamilyen autó, akkor Fiat. Hát igen, az volt a névautónak, az volt a fogalom szerintem a Fiat, abban volt egy csomóféle fajta. Neked, ha elég felkészült vagyok, akkor Szekszárdon, Bonyhádon, Romóváron és Pécset van üzleted, ugye? Hát autószalonok. Autószalonok. Igen. Én tudom, itt a... Ez egy olyan rövid válasz volt, ugye? Igen. Hogy nagyon... Autószalonok, pontosan. Várjál, Laci. Tudom, hogy a... Te szerintem azt se tudod pontosan. Neked hány autód van, ezt tudod? Hány autó van, ami most eladásra van? Erre nem készültem, de vallom. De biztos vagyok benne, hogy eladásra való autóim vannak, és megvagyja 300-at biztos. 300-at. Hát gondolom, ez most neked majdnem, hogy az életműved. Tudod, mire vagyok kíváncsi? Hogy lehet ebből kiszállni, ha ki akarnál szállni? Ebben nem lehet kiszállni. Ebből nem lehet kiszállni, én azt hiszem, hogy egy magánvállalkozásból, amit törget az ember, minél jobban akarja csinálni, és egyre inkább belegőzve egy olyanba, hogy nem lehet abba hagyni. Tehát ez végül is én erre tettem fel az életem, én ezt jól akarom csinálni. Tehát én annak idején azt hiszem, bízom benne, hogy ezt a kuncsot megerősítik, tehát jól csináltam az autók alkatrészkereskedelmet, és amikor váltás volt, és bejöttek a nyugati autók, akkor rájöttem arra, hogy tulajdonképpen nem lehet mindennel foglalkozni. Tehát minden alkatrészre, mint annak idején tettük, ugye az összes keleti típusú autókkal foglalkoztunk. Na most a Fiatra voksoltam, van haszongépjármű, kis autó, nagy autó, és ez az Alfa Romeo, illetve a Lancia, ez már utána jött, mivel meg voltak elégedve a Fiatnál már a képviseletnél az eredményekkel. De hogy pont ez csapódott a Fiathoz, az Alfa és a Lancia? De ez mindenütt, ugye nem csak nálam? Nem, teljesen komolyan kérdez, ez ugye, mert ez olasz autó. Ez egész. Tehát ez Fiat tulajdonú autók ezek mind, tehát a Lancia is, és a Fiat, az Alfa Romeo is. Aha. Tehát többségi tulajdonosa, mert többségi 100%-ig elnézett a Lancia és a Fiaté, de van ezen kívül még más illusztris márka is, ami a Fiat tulajdonában van. Hogy mennyire komolyan kérdezem, én tényleg komolyan kérdezném azt, hogy ezekre az új autókra ebben a pénztelenségben azért van igény? Még én esküszöm, nem az Apex-t értem. Egyértelmű, tehát mondom, hogy igen. Tehát igény van, és egy nagyobb igény van. Hogy ezt bizonyítsam számokkal is, tehát a tavalyi év az nem volt olyan nagyon jó, tehát a 97-es. Egy 300 autóra visszaesett a forgalmunk, most ezt két megyére értem, tehát Tolnával és Baranyában. Hogyha ez publikus, tehát 300 körül adtatok el autót? 350, igen. 300 új autót. Aha. Az idei évben már tehát 600 felé járunk, tehát 600 autót valószínűleg elkerüljük. Uh-huh. Na most ezzel a darab szárnyalag azt hiszem, hogy a megyébe, tehát Tolnába és Baranyába a Suzuki után vagyunk. Tehát, azt mondjuk, hogy az a mi autónk, ugye? Mi autónk, igen. Tehát én azt hiszem, hogy itt a területen, tehát hozzámutatom Somogy megyét is, természetesen meg kollégám Budai Béla is ugyanebben a helyzetben van, tehát ő is itt a második körül van. Tehát akkor erre azért van kerek az embereknek, emellett a benzinárak mellett is, meg ilyen mondjuk Costco árak mellett. És akkor már csak arra volnék kíváncsi, hogy amivel jöttél autóval, ez a 106 voltos Alfa Romeo, ami most vadonatúj, és hát sokan a Mercedeshez hasonlítják a tulajdonságait, ennek az alapára mennyibe kerül? Na, most a publikus? Hát természet publikus, hát el akarjuk adni az autókat, örömmel mondom, hogy adtunk is már el autót, és csodás-csodája nem az alaptípusból, hanem a csúcsmodelljéből, tehát a 3000-es viatos autóból adtunk el 3-at már. Na most ez annyira meglepett engem is, hogy... Ez 10 millió forint van, ugye? Az 10 millió forint, tehát a 3000-es 12 millió forint körül van. Most azért körül van egy alapár természetesen, de itt nagy részt már olyan extrák hozzá rakodnak, amit kérnek hozzá, és senki nem kért még alapot.
aki rendelte. Hát aki ilyet megvesz, az már vesz hozzá valamit, nem? Igen, igen. Te, én a teljesség igénye nélkül természetesen, és tudom, hogy nem vagy felkészült a 166-os bulit, ha már ebből is jöttél, most akkor kértük, hogy kapcsolj fel az öd lámpát, akkor se tudtál hirtelen mit mondani, de ebben azért van néhány olyan ezt, azt olvastam az egyik papírjában, hogy 100.000 kilométer után kell garanciázni, tehát 100.000 kilométerig nem kell hozzányúlni az autó. Semmilyen autó nem kell hozzányúlni tulajdonképpen, ha nincs problémája. Átnézni át lehet, természetesen ez benne van a dologban, és jó is, hogyha át van többször nézve, megvannak az idő, tehát az időtartamok, hogy mikor, hogy mint. De hogy visszatérjek, hogy hova hasonlítottad az autót, tehát Mercedes-re hasonlítottad. Természetesen ebben a kategóriában még más együtt szerepelnek, akár BMW, akár Audi, tehát hogy pontosítsam, egy E-kategóriás Mercedeshez lehet hasonlítani, és egy 5-ös BMW-hez. Tehát ez az a kategória, most természetesen a Mercedesnek is, és a BMW-nek is vannak még fölötte autója. De én azt hiszem, hogy megállja az autónk a tanksorban. Mit találtak ki, mert most pont olyan autókhoz hasonlítottál ezt az új Alfa Romeo-t, amiket lopnak, mert Merciket, meg a BMW-ket azért elég rendesen nyúlják. Mit találtak ki? Itt valami konkrétumot védelmileg, hogy ne lopják el a kocsit? Tehát végül is benne van a gyárlag, az Immobilizer, amit most nem minden autóba szerelnek. De vannak olyan rendszerek, itt most tárgyalásban vagyunk, tehát olyan rendszerek, műhold követő rendszerek, amit ha beépítünk az autókba, akkor csak meg kell jegyezni azt, hogy ellopták az autót, és abban a pillanatban rögtön megnézik, hogy merre jár az autó, hol van az autó, tehát utcára pontosan, 10 méteres pontosággal megmondják, hogy hol van momentán az autó. Tehát ezt a rendszert én azt hiszem, hogy meg fogja sok ember venni. Tehát Laci, a vége felé még egy olyan, neked van autód? Neked van autód? Ami a tiéd? Persze, végül is megkérdez az előbb, hogy hány autó, tehát ez 300 autó most körülbelül. Ez létezik olyan autó, amit nem adsz el? El kell adni minden autót. Tehát egy üzletember azt adja el, amit nem akarnak venni. Tehát én nekem az, hogy most, amire 100%-ig minden nap járok, ilyen autóm nincs. Azt mondtad, hogy ebből nem lehet kiszállni. Ne. Akkor mi lesz a folytatás? Két fiú? Tehát a folytatás az a két fiam természetesen. Még van egy 4 évem, ameddig ők tanulnak, és szeretném átvenni a utánam a stafétát. Stafétát. Igazán nem akarok reklámot csinálni, de van még terved? Ez nagyon jó dolog. Jó? Van még terved? Pár üzlethez, vagy nem, most neked elég? Most megerősíteni szeretném az üzleteket. Egyenlőre jelen vagyunk, tehát 4 városban, de igazából Dombovárt, tehát mondjuk távol esik innen, de Dombovár egy igazi szalont kéne építeni, és Pécsen ki kéne valahova központi helyre még települni, tehát egy szalonnal, egy kis szervizzel, tehát egy nagy szalonnal, kis szervizzel, tehát hogy látszani tudjunk. Értem. Laci, üzletember vagy. Nem félsz? Nem. Nincs félni valók semmitől. Én azt hiszem, hogy nem változtattam telefonszámot, amivel a mobiltelefonom van, egy számom van. Mindjárt meg kiírjuk, jó? Nem, tehát én azt hiszem, hogy megtalál mindenkivel azt a kapcsolatot, amikor is emeltővel is nyugodtan tudjak nézni. Nem részem, igen. Laci, bebizonyítottuk, hogy vagy, nem csak az autók oldalán, meg az ajtókon. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. És hát ha te létezel, akkor én is, és remélem, hogy maradhat az ennél az autócsoportnál bármelyiknél. Hát bízunk benne, hogy még lehetőség nyílik néhány autóra, nem biztos, hogy a 166-osra, de természetesen vannak ilyen kis fejtentók. Milyen örömet, hogy kiszállni belőle, amikor... Lerobbanak, hazatom vinni a hátamon. Laci, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen. Financial Times Stock Exchange 100 rose 10.3 points to 2,986.1. In Germany, the dollar recovered slightly from levels that helped drive requisite prices lower during the official floor trading session. The DAX index fell 22.9 points to
on other major European ports on Thursday. Efforts were made to block further movements downward. During late afternoon, the yen was being impounded as the dollar made a miraculous recovery. Színvonal Barcsra költözött. A Seres gépipari és kereskedelmi Kft. Hidraulikus gépek, így például konténerszállító és hulladékgyűjtő járművek gyártásával foglalkozik. A hidraulikus gépek lelke a munkahenger, ezek gyártásához, felújításához, javításához a Seres Kft. Kizárólag csúcsminőségű Merkel tömítéseket használ. A precíziós megmunkáló gépek által elvégzett munka pedig megfelel a legmodernebb tűz és ISO 9002-es szabványoknak. Természetesen garanciával és azonnali szakszervizzel. Seres Kft. A világszínvonal. Vezetni szeretne? A Stoll Autóházak Dél-Magyarország legrégebbi és legmegbízhatóbb Fiat Lancia és Alfa Romeo kereskedőhálózata. Épp ezért Bence Attila műsorainak is a hivatalos szállítója, hogy önhöz időben és biztosan jussanak el a legizgalmasabb sztárok. Vezetni szeretne? Stoll Autóházak. A 10 éves múltra visszatekintő Multisoft Kft-nél mindent megtalál irodája berendezéséhez. A számítógép hálózattól a telefonkészülékig, az alkatrészektől a szerviz szolgáltatásig nálunk minden az ön igényeihez alkalmazkodik. Multisoft Kft. A cég, amely a nagykereskedőket is várja. Multisoft Kft. Ránk számíthat. Kedves nézők, ismerkedjenek meg a lefényképezkedő showműsor stábjával, akik egy emberként dolgoznak. Hát ez itt én lennék. Tanai Imre, operatőr. Muncs István, operatőr. Rockner Eckhart, operatőr és minkes. Pincehelyi József, fotós. Harka Zoltán, hangmérnök. Somogyvári Béla, képvágó és a különleges táblista készítője. Kovács Éva, rendező. Köszönettel tartozom még a Kapos Televíziónak, Keresnyei Jánosnak, Kont Istvánnak és természetesen Mozartnak a zenéért.